Hollik István és Nacsa Lőrinc a közösségi médiában jelentették be javaslatukat, miszerint betiltanák az energiaital fogyasztást a 18 év alattiak körében Magyarországon. A döntést a gyermekek védelmének érdekében vezetnék be. Hát a gyerekek nálunk igazából nem nagyon adunk nekik. Tehát nálunk ez nem valósul meg, de látom a gyerekeket az utcán mászkálni, és soknál van, igen, energiaital. Sajnos. A szakértő szerint a fiatalok energiaital fogyasztását illetően azt is figyelembe kell venni, hogy ezeket az italokat sokszor alkohol mellett fogyasztják, ami fokozott veszélyt jelent. Én azt vettem észre, hogy mint a divatba is jött volna, tehát már trendi dolog ezeket. Én bezzeg az én időmben is szokták mondani fiatalként maximum kávét ittuk serkentésként, most bejöttek ezek is. Ezekre azt kell tudni, hogy az energiaitalok ezek igen magas koffein tartalmú, általában cukrozott, hát üdítő italok, ízfokozókkal, ízesítőanyagokkal, vitaminokkal van keverve, tehát a lényeg itt a magas koffein tartalom. Bár az energiaitalok nem okoznak függőséget, de abban már igenis komoly szerepük lehet, hogy valaki az alkoholt így sokkal gyorsabban megkedveli, és egyre gyakrabban fogyasztja. Bizony magas vérnyomást, szívritmuszavarokat, szaporos szívverést okozhat, alvászavarokat, hiszen belezavar az alvás ébrelét körünkbe is, tehát alvászavart okoz, depressziót, nyugtalanságot, de ami igazán komoly veszély az, hogy a rejtett szívhibákra úgymond ez ráerősíthet, tehát akár a vérnyomás fokozása, illetve a szívritmus megváltozása révén. Azonban nem mindenki hisz a tiltás erejében. Hát különben igazából végül is ők fogyasztják a legtöbben, 18 év alatt fogyasztják a legtöbben, viszont a kávé ugyanúgy ott van mellette, szóval bár mondjuk ezt az íze miatt sokan nem szeretik. Valahol jogos, valahol meg úgy érzem, hogy amúgy is van rá más mód, hogy ők ezt használni tudják, szóval nem hiszem, hogy ezzel változni fog bármi is. Az Országos Mentőszolgálat adatai alapján az is megfigyelhető, hogy az elmúlt 4 évben évi 100 olyan esetet rögzítettek, ahol 18 év alatti gyermeket túlzott energiaital fogyasztás miatt kellett orvosi ellátásban részesíteni.